és nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ma reggel a kisfiam megtalálta a jegyzetemet, amivel nem lett volna gond, de zsírkrétával a kezébe tette ezt, és így kezdte kihúzgálni a mondatokat, és hát kicsit átrajzolta a délelőttnek a, a jegyzetét. És közben azon gondolkodtam, hogy gyakran mi is így vagyunk, hogy úgy, úgy készülünk, úgy van egy elképzelésünk, de, de Isten néha úgy keresztbe húzza a jegyzetünket keresztbe húzza, és azt mondja, hogy inkább ez ne, vagy inkább ez legyen. Hát én most azért szeretnék imádkozni, hogy Isten is tudja ezt ma megtenni, és arról legyen itt ma szó, amire ő szeretné, hogy, hogy szó legyen. Kérem, hogy álljunk fel és imádkozzunk. Isten, én hálát adok neked ezért a reggelért, köszönöm neked ezt a gyönyörű időt is. Köszönöm Istenem azt, hogy van szavad hozzánk, köszönöm azt, hogy te nem gyengültél el, nem változtál meg tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz vagy. És arra kérlek, hogy hat szóljon ma itt az az üzenet, ami tető legyen, és minden más te húz ki belőle. Szeretnénk, Uram, téged meglátni, szeretnénk veled találkozni, és szeretnénk, ha élő és ható lenne ez az üzenet, és tudna a szívünk szólni. Amen. Maradjunk állva, és a alapigét fel fogjuk olvasni. A korintusi levél 13. fejezetét keresjük ki még mindig, és a 8. verstől a 12. versig olvasom. Tehát Pál első level a korintusiakhoz, 13. fejezet, 8. verstől olvasom. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert. Az Isten. Foglaljunk helyet. Ez a mai délelőtt a 11. alkalom, hogy a szeretettel foglalkozunk a Korintusi 13. fejezet alapján, már 11. alkalom. Hát én már nagyon remélem, hogy úgy van a gyülekezet, mint amikor egy tanár valamit túlmagyaráz, és azt mondják a diákok, hogy tanár úr, ezt már annyira értjük, menjünk már tovább, haladjunk már tovább. Hát remélem, hogy így vagyunk ezzel, hogy ezt már annyira értjük. Már annyira tudjuk az agapé szeretetet, és már a könyökünkön jön ki. Hát remélem, hogy így vagyunk, ha nem, akkor megismételjük ezt az anyagot még egyszer. Kicsit hadd had vegyem fel a fonalat onnan, ahol abba hagytuk múlt héten. Arról beszélgettünk, hogy a szeretet az nem örül a hamiságnak, de együtt örül az igazsággal. És arról beszéltünk, hogy Isten is ilyen, mivel ő az agapé szeretet, hogy ő örül az igazságnak. Tudunk neki örömet okozni, és tudunk az Istennek örömet okozni. Tudunk mosolyt csalni az ő arcára, amikor úgy élünk, és amikor az ő tetszését keressük. Majd folytattuk, hogy a szeretet mindent elfedez, és az a görög szó volt itt, ami a tető, ami befedi a házat, és nem enged oda semmit be. Elfedezi a másiknak a hibáját, nem enged be semmit a házasságba, vagy családba. A szeretet mindent hisz, képes hinni, és az Istentől való hittel tud előre nézni, mindent remél, akkor is, amikor kilátástalan a helyzet, mikor reménytelen egy helyzet, a szeretet remél. És megjelenik ott az új hajtás, és ami csodálatos dolog történik, és a szeretet mindent eltűr. Itt fejeztük be, ennél a szónál. És a mai délelőttünk pedig ott kezdődik, hogy a szeretet soha nem múlik el. Uh, az a szó, amit itt mond Pálapostól, az nem is azt jelenti, hogy el nem múlik, hanem azt jelenti, hogy sosem bukik el. Sosem val kudarcot. Sosem fog elesni. vissza visszamegyünk egy diával, itt arról beszéltünk, ha emlékszünk még, hogy amikor a víz és a szikla találkozik, akkor ki szokott győzni. Mindig a víz. Lehet, hogy sok idő kell neki, lehet, hogy évtizedek kellenek, de a víz az mindig győz sose veszít a sziklával szembe. Hogyha jön egy folyam, és az állandó és kitartó, mindig legyőzi akármilyen kemény szikla is legyen, vagy kanyon, vagy bármi. És ugyanezt találjuk a szeretetről. Így folytatja Pálapostól, hogyha az agapé szeretet találkozik bármivel, mi fog győzni? A szeretet. A szeretet nem tud elbukni. És zárója be azért hadd mondjam, hogy itt erről már sokat beszéltünk, hogy itt nem az emberi szeretetünkről van szó, nem a féleóról, nem az eroszról, az agapéról van szó. Az Isten agapé szeretete az sosem bukik el. Nem ismer határokat. Határtalan. Mi nagyon-nagyon könnyen megismerjük a határainkat. És tudjuk azt, hogy na én eddig bírtam. Ezt még tűrtem, még nyeltem, na de most aztán kiosztál a sodromból, és ú, aztán most bírtam, bírtam, de ennyi volt. A mi szeretetünk az ilyen, és talán érezzük, hogy nagyon-nagyon könnyen elérünk a végére. Kicsit olyan, mint amikor még régen azt gondolták az emberek, hogy a Földnek ugye van egy széle, ott, ahol a hajók majd lebuknak, és annyi. És ha oda elértél a hajóddal, akkor akkor véged van, és az a határ. Hát az agapé szeretetnek nincs ilyen határa. Az, az végtelen. Az Isten szeretete nem képes elbukni. És bármilyen helyzettel is találod magad szembe, az Isten agapi szeretete az végtelen. Ez nem tud elbukni, nem tud veszíteni. Kicsit talán úgy képzeljük ezt el, mint hogy vásárolni, és van egy bankkártyánk, amin nincsen sok pénz. És szeretnénk fizetni, és azt mondja ott a kasztánál a hölgy, hogy hát sajnálom, uram, a tranzakció sikertelen azt írja, hogy nincs elég fedezet a számlán. És ekkor előveszünk egy másik bankkártyát, amin viszont végtelen pénz van. Hát ezt most nehéz elképzelni. Képzeljük el, vagy képzeljük el a hölgyek, hogy elmehetnek egy ruhaboltba egy olyan bankkártyával, aminek nincsen vége. Bármennyit lehet költeni. És azt mondjuk, hogy hát akkor itt van ez a kártya, akkor erről fizetném. És kicsit ez ilyen, hogy a mi kártyánk, a mi szeretetünk, azon nincsen sok fedezet. És gyakran jutunk olyan helyzetbe, hogy azt írja ki a gép, hogy elfogyott. De Isten adatta nekünk a mennyei bankkártyáját, és azt mondja, hogy az enyém, az végtelen. Nincs vége. Nem, nem tudod kimeríteni. Nem tud valaki úgy felbosszantani. Nem tud valaki olyat tenni ellenet, hogy ne tudná megbocsátani erről a bankkártyáról. Nem a sajátodból, az nagyon kevés. De az Isten szeretete, az végtelen. És ennek az egész sorozatnak, lassan már a végéhez érünk, de kettő fő célja van. Az egyik az, hogy megértsük, ezt az agapé szeretetet, hogy Isten mennyire szeret minket, a második célja pedig, hogy továbbadjuk. A kettő összetartozik. Ha nem értjük meg, nem tudjuk továbbadni. De ha csak megértjük, és nem adjuk tovább, akkor nem értjük a lényeget. És most had térjünk egy kicsit ki az első célra. Nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, hogy az Isten hogy szeret minket. Azt mondja Kolossi 3.12, állapostól így szólítja meg ezt a gyülekezetet, hogy ti vagytok a szentek és szeretettek. Szentek és szeretettek. Nagyon-nagyon fontos, hogy mint kereszény emberek megértsük, hogy hogy tekint ránk az Isten. Hogy felfogjuk ezt a szeretetet. És legyen egy ilyen új identitásunk. Hogy az Isten azt mondja rólam, hogy szent és szeretett vagyok. Az Isten által szeretett vagyok. Hogyha ez az identitásom, és tudom, hogy én ez vagyok, akkor ez egy olyan szilárd talaj, amire ráállhatok, és azt mondom, hogy ez nem mozdul alólam. Ezen állok, és nem inogok meg. Mert az Isten szeret engem. Bármi történhet, bármit hozhat a jövő, de szeretett vagyok. És ha megnézzük a Bibliába, akkor az Isten nagyon gyakran bátorít minket, hogy ez legyen az alapja annak, amit magunkról gondolunk. Gondoljunk csak Jánossal, aki úgy hivatkozik magára, hogy a szeretett tanítvány. Sok mindent mondhatott volna magáról. A legjobb tanítvány, aki ott volt a megdicsőülés, egy így, úgy, amúgy, stb. Ő mégis azt tartotta a legnagyobb titulusnak, úgy hivatkozott magára, hogy a szeretett tanítvány. Vagy amikor a tanítványok elmentek, és visszatértek hatalmas örömmel, hogy Jézus, képzeld el, kiűztünk démonokat. Betegre rátettük a kezünket, és az meggyógyult. És azt mondja Jézus, hogy nagyon jó, nagyon-nagyon örülök ennek, de ne annak örüljetek, hogy a démonok engedelmeskednek nektek, hanem hogy a ti nevetek, fel van írva, menjek országába. Ez legyen mindennek az alapja. Mert ha nem ez az alap, mi történik akkor, hogyha holnap elmész és nem tudsz kiűzni egy démont? Nem tudsz meggyógyítani valakit? És ez megtörtént a tanítványokkal. És tanakodtak, hogy Jézus miért nem sikerült nekünk? És hogyha a teljesítmény az alapja az identitásunknak, és a teljesítményünk alapján tekintünk magunkra, lesznek idők, amikor nem jól teljesítünk. És akkor hogy tekintünk magunkra? De hogyha az az alapja az életünknek, hogy az én nevem fel van írva a bárány könyvébe, hogy szent és szeretet vagyok, ez sosem változik. Lesznek sikerek, lesznek kudarcok, lesznek jobb napok, lesznek rosszabb napok, de ez nem változik. És először ezt kell megértenünk, hogy az Isten így szeret minket. Ha ezt nem értjük, nem tudunk átadni olyat az embereknek, amit mi nem értünk. De a második rész, hogy ezt tovább kell adnunk. Azt mondja a Biblia, hogy a szeretet soha el nem múlik. Nem bukik el. És ezt mi tudjuk. És van egy célja az Istennek az életünkkel, hogy ezt tovább adjuk. Hoztam egy képet arról, hogy mit jelent hatással lenni. Ott van egy, egy gyufa, ami már meg van gyújtva, és begyújtja a többit és beindul egy olyan láncreakció, hogy elkezdenek egymás után hatással lenni ezek a gyufaszárak egymásra, és meggyújtják egymást. És ha visszaemlékezünk arra a sorozatra, amit a gyülekezetről tanultunk, azzal kezdjük, hogy a gyülekezet só és világosság. Ezt Jézus mondta, azt mondta, hogy ti vagytok a föld sója, és azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Mind a kettő példa, amit Jézus használ, mind a kettő hatással van. A só, Hatással van az ételre, mert mit ad neki? Ízt ad neki. A világosság az hatással van a sötétségre, mert mit ad neki? Fényt, világosságot. Ahol megjelenik a tanítvány, aki só és világosság, ott változást hoz. Fényt ad, ízt ad, megváltoztatja a környezetet. És erre vagyunk elhívva nem arra vagyunk elhívva, hogy szemléljük, hogy milyen rossz irányba halad ez a világ, és itt bent a gyülekezeten, négy falon belül dörmögjünk, és mondjuk, hogy szörnyű ez a világ. Borzasztó. A mai fiatalok szörnyűek. A mai családok mennyi válláson? Borzasztó. Nem erre vagyunk elhívva. Még csak nem is arra, hogy azt mondjuk, Istenem, miért nem teszel már valamit? Hanem az Isten kérdezi tőlünk, hogy és miért nem tesztek már valamit? titeket helyeztelek el a Földön, hogy só és világosság legyetek. Hogy ízt adjatok ennek a rothadó világnak, hogy konzerváljátok, hogy fényt adjatok ebbe a sötétbe. Miért vagytok némák? Hatása kell lenetek erre a világra. És ezért arra vagyunk elhívva, hogy találkozunk itt, és ez nagyon jó, de a gyülekezet az nem a falakon belül történik, hanem az akkor történik, mikor hatással tudunk lenni erre a világra, erre a városra mostában az imaórákon gyakran ilyen témákért imádkoztunk ma is, hogy tudjunk bizonyságot tenni. Néhány héttel ezelőtt imádkoztunk a városunkért, Pécelért. Azt mondja a Biblia, hogy munkád annak a városnak a javát, amikben élsz. És erre vagyunk elhívva, hogy hatással legyünk. Hogyha Isten elhelyez téged egy környezetbe, egy munkahelyen, egy családba, hogy te legyél hatással arra a világra. Te tud bemutatni a sót és a világosságot is. Ezt az agapé szeretetet. És utána arról beszél Pál hogy egy nagyon érdekes rész folytatódik. Legyen bár prófétálás el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. A... nem nagyon fog most erre az igére kitérni, erre a mondatra, mert nem sokára sokat fogunk ezzel foglalkozni. Jön a pünköst, és ahogy ennek a sorozatnak vége, egy új sorozatba kezdünk, ami, ami nagyon érinteni fogja ezt a témát. De csak egy gyorsan, egy, egy fél mondatba hadd térjek ki mégis erre, akik itt voltunk a Biblia iskolán, azok már foglalkoztunk ezzel az ige szakasztal, óvári testvér magyarász ezt nekünk. Uh, sokan erre az igére alapozza mondják azt, hogy megszűntek az ajándékok. Megszűnt a profétálás, a nyelveken szólás, stb. Uh, egyetlen apró megjegyzés hadd tegyek. A Biblia, amikor a nyelveken szólásról beszél, minden egyes esetben úgy szól ez a görög kifejezés, hogy nyelveken való szólás. Itt viszont ez a fordításunk ez nem, jól vissza, nem jól adja vissza, a Károli fordítás sokkal jobban adja vissza, akinél Károli Biblia van, ő mit talál? Nem azt olvassa, hogy a nyelveken szólás, hanem a nyelvek. Azt mondja Pál, hogy legyen bár profétálás, meg fog szűnni. Legyenek nyelvek, meg fognak szűnni. Itt azt a szót használja Pál, hogy glossza. Tehát, hogy a nyelvek, amiket beszélünk, magyar nyelv, angol nyelv, német, lengyel, stb., azt mondja Pál, hogy legyen ismeretünk, legyen nyelvünk, legyen ajándék, profitálás. Ezek meg fognak szűnni. De mikor fognak ezek megszűnni? Hogy folytatja? Amikor eljön a tökéletes. Megint egy kicsit érdekesebb az, ahogy Pál írja, nem azt mondja, hogy töredékes és tökéletes, azt mondja, hogy nekünk rész szerint van mindenünk részecskéi vannak meg az ismeretből, részeink vannak a profétálásból, mindenből csak egy részet látunk, de amikor eljön a teljesség, amikor már nem lesz ezekre szükség, akkor ezek megszűnnek. És én úgy érzem, és úgy értem ezt az igét, hogy itt arról beszél az igaz, hogy amikor belépünk az Isten dicsőségébe, a mennyországba, akkor már nem lesz szükségünk magyar nyelvre, nem lesz szükség profétálásra, nyelveken szólásra, ismeretre, semmiféle ajándékra, mert ott vagyunk az Isten dicsőségébe, az ő teljességében. És azt mondja Pál, hogy mindegyikünknek rész szerinti az ismeretünk, rész szerinti a profétálásunk. Itt látunk ilyen kis kirakó darabokat. Rész szerinti. Egyik kiegészíti a másikat. És ez, hogy rész szerintiek vagyunk, ez elsősorban alázatot kell, hogy a szívünkbe adjon. Nincsen olyan keresztény ember a világon, aki azt mondja, hogy Na én mindent jól látok. Mindent tudok. Én eljutottam a teljességre. Kérdez tőlem bármit testvér, mert én tudom. Azt mondja Pálapostól, hogy rész szerint van mindenünk. És ez nem csak alázatra ad okot, hanem egy nagyon fontos példa az egységre. Szükségem van rád. És neked meg szükséged van rám. Mert nekem van egy részem az ismeretből. Neked is van egy részed az ismeretből. Ha azt összerakjuk, az már kettő rész. Ha egy kirakót összerakunk, és mindegyik a helyére kerül, akkor látjuk a teljes képet. És szükségünk van egymásra, mert rész szerint az ismeretünk. Amikor egy házi csoporton előveszünk egy ige szakaszt, mindenki elmondja, hogy ő, hogy érzi, hogy látja ezt az igét. És amikor készülök egy házi csoportra, és megyek, elolvasom az igét, mondom, hogy hát én ezt így látom, így magyarázom. Elmondom, és aztán elmondja egy másik testvér. Elmondja egy idősebb testvér, egy fiatalabb, egy hölgy, egy férfi, és nincsenek ellentétbe ezek, de mindegyik azt érzem, hogy kiegészíti egymást, és azt mondom, hogy hát erre nem is gondoltam. És milyen jó, hogy te látod, hogy igen, ezt is jelenti. És milyen jó, hogy te érted, és ahogy te tapasztaltad ezt az igét. És sokkal gazdagabban megyek haza, mert egymástak a részeiből tudunk épülni. Részek vagyunk, kövek, oszlopok vagyunk, amiket az Isten egymásra épít és ő a gyülekezetet álmodta meg. Gyülekezet nélkül nem tudsz életben maradni. És ezt nagyon sokszor elmondjuk a fiataloknak is, be kell épülnöd egy gyülekezetbe. Meg kell találnod a gyülekezetedet, ahol egy rész lehetsz, ahol egy hiányzó rész vagy, ahol várnak rád, hogy betörzs azt a helyet, mert enélkül nem megy. Azt mondja a Biblia, hogy Krisztus teste vagyunk. És nincsenek terminátorok, akik egyedül előre mennek, és mindenkit elintéznek, csapat vagyunk, Krisztusnak a teste, egy család vagyunk. És hogyha nem vagy gyülekezetbe és most mi itt vagyunk, de talán mondom azoknak, akik az interneten hallgatnak, találj egy gyülekezetet. Nem kell, hogy ez a gyülekezet legyen, mi szeretettel várunk, de találj egy gyülekezetet, ahova be tudsz épülni, ahol rész lehetsz, és ahol a többi rész kiegészít téged. És amikor erről gondolkodunk, akkor hozzak még egy példát, Kicsit olyan ez, mint amikor a dominókat látjuk, ahogy egyik a másikra hatással van, és lehet mondhatod azt, hogy. De én nem akarok csak egy egy dominó darab lenni, az olyan, olyan apró. Én, én csak egy apró rész vagyok ebben az egész gépezetben. Hadd mutassak egy másik példát. Mi történt? Kicsit sötét talán, de látjuk, mi történt ezen a képen. Tehát itt még van, itt már valami nincs. Egyetlen dominó darabot vettem ki. Mi történik, ha elindítom a dominósort? Meg fog állni. Egyetlen dominót vettem ki. Egyetlen rész hiányzik. És megáll a gépezet. Lehet nézni, vannak ezek a hatalmas dominó napok, amikor ilyen sok-sok ezer, talán millió dominót összeraknak, és micsoda tragédia, amikor az egyik nem dől el. És évekig építik talán, és megáll. És nem megy tovább, pedig még sok ezer van ott, de nem megy tovább, mert az egyik nem dőlt el, az egyik nem volt a helyén. Szükség van rád ebben a gyülekezetben. Szükség van arra a részre, amit te tudsz betölteni. Hát, ha nem vagy a helyeden, akkor lehet, hogy nagyon sok minden bukik utána. Ez számomra rejtély, hogy amikor Isten elhív valakit, és ő nemet mond, akkor el lehet, hogy Isten más valakit fogod a betenni. De én nem akarok kimaradni abból, amire az Isten elhívott amire a téged az Isten elhívott, ott szükség van rád. Azon a helyen. És töredékes mindenünk, rész szerinti mindenünk. De az Isten össze tudja ezt tenni. És eljutunk majd a teljességre. Most én nagyon sok kérdésünk van. Azt mondja Pál Lapos, egy olyan példát használ erre, hogy van a gyermeki gondolkodás, és eljutsz majd a felnőtt korra. És a gyermeki gondolkozásnak megvan a saját kis gondolatvilága, mindegyikünk talán vissza tud emlékezni olyan gyermeki dolgokra, amelyeket ma már, már megmosolygunk, hogy hát igen, mikor gyerek voltam, még úgy gondoltam. Én emlékszek, amikor elmentem édesanyám a boltba, még nem nagyon értettem a pénznek a világát, és teljesen meg voltam döbbenve, én, én gyönyörködtem az emberi jóságba, hogy édesanyám egy papírpénzt adott, és nagyon sok más apró pénzt kapott vissza. És hazamentem, és mondtam anyukámnak, hogy még egy ilyen rendes nőt, adtál neki egyet, és olyan sokat adott neked vissza. És aztán utána anyukám próbáltam magyarázni, hogy annyira nem volt rendes, de ma már megmosolygom ezt a gondolatot, hogy gyermeki gondolattal így gondoltam. És én úgy képzelem, hogy mikor belépünk a mennyországba, akkor majd így visszamosolygunk, hogy hát én meg még azon gondolkodtam, hogy mit fogunk csinálni a mennyországba, hogy nem lesz-e unalmas. Mi ilyen kis gyermek voltam, amikor így gondoltam eljutsz egy felnőtt kor, és nem lesz ott már kérdés. Ott megérted, összeáll minden. És azt mondja Pál, hogy elhagyod a gyermeki dolgokat. Most még szükség van olyan dolgokra, amelyek most gyermeki szinten vagyunk, de eljutsz oda, amikor már nem lesz több kérdés. És amikor visszatekintünk, és mindent értünk. Amikor már az ember egyre idősebb, akkor is sok mindent megért az életéből. Mondta valaki, hogy az életet előrefele éljük, visszafele megértjük. És ez nagyon igaz, de amikor eljutunk oda az Isten országába, akkor már nem lesz töredékes. Nem rész szerinti lesz az ismeret. Azt mondja Pálapostól, hogy úgy fogjuk ismerni, ahogyan az Isten megismert minket. Teljesen. Hogy ismert téged az Isten? Egy kicsit, nagyjából. Az Isten úgy ismert téged, jobban, mint te magadat. Azt mondja János, amikor a jelenések könyvébe találkozik Jézussal, hogy szemei, mint a tűznek lángja. Olyan a ragyogás, mint a napnak a sugára. És amikor Jézus ránézett erre a Jánosra, pedig János ismerte őt ezt szerint, de amikor találkozott a feltámat, megdicsült Jézussal, akkor azt mondja a Biblia, hogy János összeesett, mint egy halott. Én úgy képzelem el, hogy amikor találkozok Jézussal, és amikor találkozok és belépek a mennynek a dicsőségébe, és a szemembe néz, azzal a nézéssel, amit még eddig nem látom, de mégis ismerős lesz. Tudni fogom azt, hogy nincs mit mondanom. Nincs mentegetni valóm, nincs magyarázkodni valóm, mert az a tekintet, az mindent lát. Látja a gondolataimat, abban látom még magamat is jobban. És ahogy ő ismer engem, úgy fogjuk megismerni őt. Azokat a titkokat, amiket most még nem értünk, azokat a misztikumokat, amiket most még nem értünk, azokat megértjük. És én várom ezt a pillanatot nagyon, de addig is azt mondja az ige, hogy a szeretet sosem múlik el. A szeretetet magunkkal visszük. Az Istennek az agapé szeretetét, azt oda visszük. Sok mindent nem viszünk magunkkal, szinte semmit, de ez az agapé szeretet, ez ott van, mert az agapé szeretet az az Isten. És én erre bátorítok ma mindenkit, hogy tudjunk hatással lenni, tudjuk először is ezt megérteni. Ha nem értjük, akkor nem tudjuk továbbadni hagyjuk, hogy az Isten szeretete átjárjon minket. És érezzük meg, és azt mondja a Pálapostól, hogy, hogy értsd meg, hogy milyen hosszú, milyen nagy, milyen mély, kezd el mérni. Van hozzá elég hosszú szalagot, hogy megmérd, hogy meddig tart az Istennek a szeretete. Kezd el megmérni. És rájössz hogy milyen nagy az Istennek a jósága. És amikor ezt megértjük, akkor, akkor ezt nem tudod nem továbbadni akkor ez árad belőled, mert nem tudod magadba tartani. Hadd fejezem be azzal a képpel, azt mondja Pál Lapostól, hogy olyan az életünk, mint a cserépedényekbe zárt kincs. És beszélgettünk már erről a témáról Gedeon kapcsán is, de azt mondja Pál, hogy azért, hogy ezt a nagy kincset ne tulajdonítsuk magunknak. Én úgy látom, amikor elképzelem ezt a cserépedényt, hogy az én cserépedényem az nagyon töredezett, tele van résekkel, és látom nap, mint nap tapasztalom a hibáimat, a gyengeségeimet, amiből az Isten emel ki, de egyik nap, amikor nagyon el voltam kesered, amikor láttam, hogy, hogy még megint ezzel küzdök, és még megint ezon, és még megint oda kell menjek valakihez, bocsánatot kérem, mert megbántottam, és láttam magam előtt ezt a cserépedényt, hogy tele van résekkel. Akkor az Isten úgy bátorított, és azt láttam, hogy egy, egy edény, egy, 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 igen, egy olyan edény, ami tele van résekkel, benne van, ami ragyogó, mintha a napot szeretném benne elrejteni. És ezeken a réseken keresztül kiárad belőle ez a fény. És ugye az Isten bátorított, hogy igen, cserépedény vagyok, tele vagyok gyengeségekkel, de hogyha hagyom, akkor még a gyengeségeken keresztül is az ő szeretetet tud ragyogni. Azt mondja Pál Lapostól, hogy mikor gyenge vagyok, akkor vagyok igazán erős. És ez nem felgyogosít minket, hogy maradjunk meg gyengeségeinkbe, de vigasztal arra, hogy az Isten szeretet olyan nagy, hogy még ezeken keresztül is még egy egyszerű emberen keresztül is ki tud áradni. Pálapostól azt mondta magáról, hogy Isten végül megjelent nekem, mint egy, egy idétlen torszülöttnek. Pálapostól, amikor megtért, akkor azt mondta, a levelekből olvashatjuk, hogy hát vagyok én olyan, mint a többi apostol. Hát legalább olyan vagyok. És igaza volt, mert, mert nagyon sok mindent tett, és, és volt olyan, mint a többi, de minél több ideje járt az Istennel, Élete végén azt mondta magáról, hogy és végül megjelent az Isten nekem, mint egy idétlennek, egy torszülöttnek. Hát ide jutott el pálapostól, látta magát, és látta az Isten dicsőségét, és azt mondja, hogy mégis használt engem. És mégis kiválasztott arra, hogy rajtam keresztül megérintse ezt a világot. És én azért imádkozok, és arra bátorítok most mindenkit, hogy az a 11 alkalom, amikor már ezzel foglalkozunk, az ne ide menjen be, és ne itt tároljuk, hogy igen, foglalkoztunk ezzel, hanem jusson el a szívünkig, egészen odáig, hogy megértjük ezt, a szívünkbe zárjuk, és továbbadjuk. A szeretet az nagyon hamar megrothat, ha nem adjuk tovább. Ha mindig csak elzárom magamba az Isten szeretetét, de nem adom tovább, akkor az, az, meg fog rothadni, bűzleni fog. De hogyha továbbadom, akkor még több jön, és árad, és árad, és árad. Én ezt kívánom, hogy, hogy tudjunk belemenni az Isten szeretetének a tengerébe. Ne csak bokáig térdik, menjünk addig, hogy tudjunk benne úszni, és elmerülni benne. Ámen. Az ének a szolgáltat.